Éppen az ő két gólyával korábbi csapatát a honvédott torgeles Sándor futballcsatár az MTK színeiben a hétvégén, így 13 forduló után harmadikok a tabellán, fejfej -fej mellett a paksal 15 pontra az első Fraditól. Hát Ersanyi 6 perc alatt rendezte le a meccset, most jobb a helyzete, mert kétszer annyi időt kap nálunk az MTK-ra és a norvéokra és az aktualitásokra. Szia, jó reggelt! Kívánok. Jó reggelt kívánok! Már nem ott játszatok, hiszen a hazai meccseiteket most a Fáj utcában rendezitek, de voltatok korábban a Bozsik Stadionban is, úgyhogy most meg ellenfél volt a Honvéd, de nem a Bozsik Stadionban. Lényeg az, hogy neked melyik az igazi hazai pálya? Bozsik Stadion vagy Hungária Körút? Hát egyértelmű, hogy a Hungária Körút, de hát ismerem nagyon jól a Bozsik Stadiont, ugye ott nevelkedtem, ott nőttem fel, tehát igazából, hogyha ott játszanánk, akkor ott is otthon lennék, de ugye várjuk a új stadiont, remélem kész lesz, 2016-ban ugye már ott fogunk játszani, tehát egyértelmű, hogy nekem az áll most közel a, a legfontosabb célod, hogy akkor ott, amikor, hát mondjuk, hogy tőled rettegjenek a sporting védői, igaz? <laughs> Meglátjuk. Ezen a a mérkőzésen. A honvédelem focizni pontosan a gyökerek miatt az mind a mai napig különleges élmény? Egyértelmű. Tehát 13 évet ott játszottam, ott nevelkedtem, ismernek ott a szurkolók, én is ismerek mindenkit ott. Különleges, hát nem jó érzés pont ellenük gólt rúgni, de hát ilyen a labdarúgás, amikor kell, akkor be kell venni az ellenfél A mostani kapuját. honvédosok közül ki a legjobb címbora? Igazából amikor én ott voltam a második részben a Honvédben, akkor a Kemenes Szabi volt ott, Hidi Patrik, Délceg Geri, úgyhogy ezekkel vagyok joga. Uh -huh. Na most az, hogy pont a Honvédot, pont a te góloddal, nem egy góloddal, két góloddal legyőzni, azért ez ilyen fékezett habzású gól öröm ilyenkor? Hát nem szaladtam ki a stadionból, ez biztos. Uh -huh. Tehát ez nem az a kategória. Nem, amúgy se szoktam, de most azért még jobban visszafogtam magam. Mivel vertétek meg őket? A helyzeteinket berúgtuk. Ugye a Rosszina jól mondta, nem, nem volt sok helyzetünk, de azokat kihasználtuk. A második félde abszolút jobban játszottak, mint mi, voltak kapufáik, helyzeteket alakítottak ki, de hát, ugye, az nyer, aki több helyzetet berúg. Ha te lettél volna a népsport még régen klasszikus értékelője, akkor hanyas volna magadnak? <laughs> Hát, ugye a két gól azért azt az szerintem az, az így van. Tehát én azt mondom, hogy egy hetest adtam a hetest volna hetest azért megadtad volna magadnak. A szombati mestről független az idén melyik a jobb csapat, az MTK vagy a Honvéd? jelen pillanatban azt kell, hogy mondjam, hogy ugye mivel megvertük őt, mi vagyunk a jobbak, de ugye 33 mérkőzésből áll a bajnokság. Ugye a vége lehet megmondani, hogy ebbe a 20 még hátra van, igen. Így van. Tehát akkor lehet megmondani azt, hogy melyik a jobb. Most a, a mi volt? A MTK jobb vagy az idei? Hát érdekes, hogy új játékosok jöttek, el is mentek a keretből, ugyanott vagyunk igazából pozícióban, mint tavaly voltunk, a rutinosabb, vagy tehát rutinosabbak lettek a játékosok, akik ott a tavalyi szezonban bemutatkoztak, úgyhogy azt lehet mondani, hogy érettebb csapatunk van. Na ugye tavaly te voltál a sok zöld fülük között a rutin, volt egy ilyen feladatod is. Az idén azért már sokkal több tapasztaltabb játékos van, mint arra utaltál. Melyik szerep áll közelebb hozzád? Igazából most is az a feladatom, hogy akik feljönnek a utánpotlásból fiatal játékosokat egyengetni az út. A torgeleféle beavatási szertartáson át kell esniük? <laughs> hát, 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 az biztos. <gül> <gül> Na most azt mondanák, hogy mi a különbség viszont, hogyha tavaly meg idén nézzük Goram József és László Csaba futball felfogása között? Játékosként, fontos játékosként, sok csatát megélt játékosként, hogy látod a két edző közötti különbséget? Hát másabb, egyértelmű, hogy Józsi Bá, ugye megvan a saját elképzelése, ugyanúgy a jelenlegi ö, mesterünknek is, úgyhogy ö, más, más, az biztos. Neked, neked csatárként ö, a pályán beilleszkedni ebbe, mit jelent a különbség? Ugye most neki az az elképzelés, hogy két csatára játszunk. Igen. Jelen pillanatban azt kell, hogy mondjam, mert nekem egy kicsikét könnyebb, ugye nem csak velem foglalkozik a, az a két belső védő, vagy akár három vagy négy, aki ott van hátul, hanem ott van mellettem a Ramos is, aki az leveszi a terhet a vállamról, és úgy néz ki, hogy ez így nekem jó. Egyébként az új mester mennyire veszi figyelembe az úgynevezett hagyományos, tradicionális MTK stílust, ami, amiben ugye Józsi bácsi is hosszú éveken keresztül nevelte és illesztette be az új foszistákat. Hát aki feljött Agárdról, az ugye behunt szemmel tudta, hogy milyen stílusban megjáték, ott játszik a csapat. Azt kell, hogy mondjam, hogy ugye mivel külföldön volt, azt lehet mondani, hogy egy kicsit másabb stílust próbál képviselni, de azért megtartja azokat is, amit eddig az MTK képviselt. De megtartja. megtartja, de azért próbálja a saját elképzeléseit belevinni. Mire lehet idén képes a csapatotok? Ja, talán mondhatjuk, hogy a bajnoki cím nem valószínű, igaz? Hát nem, a Ferencváros az kiemelkedik ebből a mezőnyből. Azt a faradinakon? Hát szerintem igen. Uh -huh. Tehát ez 15 pont már most, 13 mérkőzés után az előnyük, azért az nem hiszem olyan... Ezt, olyan egyébként, csapat. ezt egyébként te mivel magyarázod, Azt, hogy ennyire a mezőny fölé nőtt most az ősszel a, a Ferencváros? Hát azt lehet mondani, hogy a költségvetésük, a játékos állományuk, hosszabb a csapatuk, tehát ha megnézzük a 20. játékost, az ugyanúgy be tud egyből ugrani a, a csapatba is ugyanolyan minőséget képvisel, mint aki éppen az előző mérkőzéseken ott volt a pályán. Ezt, ezt, ezt mondanám igazából, hát meg kijött nekik a lépés abszolút, tehát olyan mérkőzéseket is megnyertek, amikor nem biztos, hogy olyan jó ment a játék, de meg tudták hozni. A többi csapatok meg folyamatosan pontokat veszítenek, ugye az a, ugye van a Ferencváros, ugye van utána Ö, 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 kilenc csapat, aki abszolút, 10 csapat, aki abszolút egyenrangú, aztán azokból, akik éppen jobban jönnek ki a, a forduló után, azok tudnak ö, 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 jobban elhelyezkedni a tabellán. Mm -hmm. mert... Amit eddig láttál a tizánra fordulat számotokra a dobogó, illetve akár a második helyre a a szezon elején azt mondták, hogy ott, ott kell lennünk az első hatba. Uh -huh. Azt most ha a hanyadikok leszünk, azt majd a végén meglátjuk, de bízom benne, hogy meg azért is dolgozunk, hogy ugyanúgy ott tudjunk lenni azon a poszton, azon a pozíción, amelyik Európába fog tudni menni. Mm, tehát az, azért az egy elsődleges cél lenne ezek szerint. Hát örülnék neki, hogy ez mm. összejönne. Na most a válogatottban viszont nem nagyon látom az MTK játékosokat. Igen, ez számomra is egy kicsikét hát ezt érdekes. A, nincsenek nálatok erre érett játékosok szerinted? Hát vannak, vannak, Az nem azt mondom, hogy az első 11 et tehát a kezdő játékosként, de szerintem vannak olyanok. Mondjál már néhányat, akit te olyannak látsz a, a kollégák, a társak közül. Én, én azt mondom, hogy a Bese meg lehet adni a lehetőséget, uh -huh. hogy ott legyen, érezze azt, hogy mi az, hogy nemzetközi mérkőzés, ugye a válogatott környéken ott lehet, már lenni neki, hegedűs-lajos, neki azért ne, nehezebb a helyzet, ugye, és kapusként kapus van, így igen. van. Tehát azért mondom, vannak olyanok, akik ott tudnak lenni. Torgele Sándor, te már végképp lemondtál erről, hogy Krisztusi korba lépve már nem tartod realitásnak? Hát, vannak nálam idősebb játékosok is a válogatottban. Hát ez, igen, ez ez Úgyhogy. Hát a szövetségi kapitány eldönti, de igazából nem foglalkozom vele, pár éve már nem vagyok ott, annó engem onnan kitett az akkori szövetségi kapitány, és utána már nem kaptam több lehetőséget. Igazából nem fogok a fal falnak menni, hogyha nem kapok meghívót, tehát, hogyha kapnék, jó. akkor örülnék neki egyértelműen. És azt mondod, hogy a, tehát a, a korra ne fogjuk, igaz? Igen, arra nem. Arra nem, arra arra nem, fog, nem. Hát, ha látjuk főként a, a csapat tele van rutinos, nálad jóval idősebb focistákkal is, akkor ez erre, erre, nem lehet. Örülnék neki, ott, ott tudnék lenni, kapnék meghívót, de igazából olyan nagy problémám nincsen belőle, hogy nem vagyok ott. Azt gondolom, hogy nagyon szorítasz most a válogatottnak a pócsrejtezőn, igaz? Egyértelmű, tehát hosszú évek után ismételten ott tudunk lenni a Pócs megvan az esélyünk, hogy ki tudjunk menni az Európa-bajnokságra, nem lesz egyszerű feladatunk. Szerinted, hogy ha, ha tárgyszerűen nézzük, vannak a vágyaink, mi a valóság az esélyeket illetve? A Norvég az esélyesebbek, mint mi, mi vagyunk, de ugye van esély, akkor <laughs> igazából még ott is lehetünk, tehát... Te ismered a norvéókat még, hát, bizony elejtezőt is igen. játszottál, most könnyebb a helyzet velük? Hát nem, nem mondanám könnyebbnek a helyzetünket, vannak olyan játékosok, nincsen kiemelkedő sztárjuk a csapatba, de ugye egységesek, fizikálisan nagyon-nagyon erősek, ugye, és ugye a csoportmérkőzésen, éppen hogy csak a harmadikok lettek, tehát hogyha egy hát, kis a, szerencséjük van, elsők is. a de, tehát a, kis Igen. szerencséjük van, akkor még első, elsők, is lehettek volna, de hát ezzel kell megbirkózni, hát mondom, fel kell kötni a minden játékosnak a Na most mit lehet ennyi idő javítani itt a magyar válogatottnál? Gondolom, te már láttál sok mindent, edzőcseréket, ezt azt pályafutásod során. Te az irányító stábot most lecserélték, kevés idő van mit tud kihozni egy, egy új társaság. Há van benne egy világ Európa bajnok labdarúgó. Hát én nem, nem, tudom, hogy mit tudnak csinálni most. Ha megnézzük, akkor a, oké, most hallottam azt, hogy el akarják halasztani az utolsó fordulat Igen, a mérkőzés. közös felkészülés nyilván. Így van, van, de hát az csak a magyar játékosokra. Igen. Tehát ha megnézzük, akkor külföldi játszók ugyanúgy nem lesznek ott. Aki éppen vasárnap vagy hétfőn játszik bajnoki mérkőzés, egy vagy két napja lesz a, a, a csapattal készülni, hát kíváncsian várom, hogy hogy tudják ezt megoldani, nem tartom azért lehetetlennek, de... Igen, igen, meglepett ez a stábcsere most így? a. Hát engem abszolút, abszolút, meglepett. tehát nem tudom, hogy ezt miért, meg akik döntöttek, miért csinálták ezt, ők biztos, hogy jobban tudják, engem abszolút meglepett, de hát azok a stábban lévő emberek, tehát az ex stáb, társulat, így van, igen. azok a, ezt az egész selejtező sorozatot, és az a cél előtt elvették tőlük ezt, hát nem, nem tudom, ezt nem tudom igazából ezt hova tenni. Azt mondom meg végül is, hogy szerinted ennek a, a párharcnak, ha sikerrel akarjuk megvívni, akkor melyek lesznek a kulcskérdései? Mindenféleképpen földön kell tartani a labdát, nem szabad nagyon ívelgetni. Nincs ütközgetés, fejelgetés. Nem, mert fizikálisan nagyon-nagyon mm. erősek, magas játékosok, abszolút a földön kell nekünk megverni őket. Uh -huh. Hát a földön járni és a földön tartani a labdát. Hát Én így van. Az, van, az, az biztos. Van. No, hát a végére értünk, akkor neked meg ugye az MTK-nál további jó munkát, meg sok sikert. Köszönöm szépen, hogy itt voltál nálam. Én is köszönöm a lehetőséget.